Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát a két ünnepeltnek, akiknek a 30. évfordulója ez, én egy 30 éves dalt osztam. 30 év, azóta eltelt volna 34. Már csak a nejetek szólít úgy, hogy fiam, még szeretse, hogy nejetek az nincs. 30 év, bugorban végképpen ment, semmi sér, de csak az évek mentek, csak olyanik maradt, és ti is egész jól tartjátok magatokat. Befejező kérdés. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy meg vagyok őrülve. Gondolkodtok valami új számon? Igen, van egy elefánt számon, te, van egy zsenyi. Én vagyok az elefánt. Nem, azért nem, ne aláztál meg egy elefántot. Szóval... Ott segítek, ahogy tudom. Már csak a múltban jöttek. Nem, nem, nem. Hát én is más irányú tevékenységgel foglalkozom. Most meg ki Új-Zélandra van egy vagy kérdezőnek bizása. Gyuriról nem tudok semmit, hogy mit csinál, úgyhogy eltűnt. Sülyeztőben. Különlegeség mindössze annyi, hogy 20 év után először vagyunk együtt színpadon. Ez 20 évvel ezelőtt volt utoljára, így nekünk is ismét egymáshoz kellett szoknunk. Nem könnyű. Pártok jöttek, MDF, SZDSZ, Fidesz. Műszi. Milyen műszi maga milyen? Az reklám volt, a műszeripari reklám. Valóban, ha idegesik fel a nyelv. Ez egy csomó párt jött, itt van a maszok. De ja, a mocskos párt. Nem mondtak semmit, ez egy rövidítés. A fiam, hogy csak édesanyját hallaná. Ez egy rövidítés. Ugye azt minden még hosszabb van. Nem értettem, egy magyar szocialista párt fel a terv, és akkor mi ott van az LMP? Tudom, az első közös számunkat próbáltuk ki egy, nem tudom, nem mondom, hogy szociális otthonban, de valamilyen varázslatos turistaházban, vagy nem tudom hol. És senki nem, mi se hittünk igazából abban, hogy ebben még van valami. Próbáltunk valamit csinálni, nem vettük komolyan. De egy 30 év elteltével még 400-600 ember teltházzal kíváncsi ránk, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és tisztelem azokat a nézőket, akik pénzt áldoztak ránk, mert én egy vasat nem adnék miattunk. Még politikai nyomám a dolog! Máté Szalkán botrányok a hülyeségem miatt, kiment a közönség! A rohadt életben énekel végezte azokat is, menjünk! Azt akarom, csak mindig fölidegeztünk! Lassan már ideg állapotom volt! Nekem, mert tele vagyok hemoglobinnal magam miatt a francáról. Úgy fölvezd a cukrom, hogy én se fizelek, mindjárt hagyom. Kezdjük el ezt a rohadt osztát! Akarom, hogy érkezzük! Teljesen megváltoztunk. A Gyuri ugye már ebben a műfajban nem dolgozik, ő kiszállt ebből a körből. Én meg hát más irányú, de hát nyilván a szakmán belül maradtam. Tehát más feladatokat csináltam, de hogy így együtt, hogy minket megismertek, nem egyszerű ismét egymásra hangolódni, ugyanakkor a közönségnek a szeretete azt tükrözi, hogy igényelnek minket. De már nagybátyának, már benne az osztrák edző, meg a NSZK, meg az olaszatok is benne a sárgyal. Valószínű a nagybátyának, Münchenbe! Szakadok! Különlegeset, mi a kedvenc részed? Van-e olyan, ami... A pénztár.